400 ezer forintot ajánlanak fel fizetésükből a Városvezetők a Lorigó Táncsport Egyesület javára. Mint arról híradónkban is beszámoltunk, az MMIK második emeletén található tánctermük múlt héten eddig tisztázatlan okokból kiégett. Ezzel az egyesületnek nem csak anyagi kára keletkezett, de nincs is hol próbálniuk. Az önkormányzat az egyesület segítségére sietett, kérésükre az Agora biztosít ebben a hónapban heti 2 gyakorlási lehetőséget a sportházban. Az anyagi hozzájárulást a polgármester és az alpolgármester az illetmény emelésükből ajánlották fel, amit minden hónapban jótékony célra fordítanak.